A teátrum úgy döntött, hogy az idei évben egy új műfajt vezet be, a szórakoztató színház műfaját. Mindezt azzal a céllal, hogy akik belépnek a színházba, azok egy pillanatra elfelejtsék gondjaikat, és egy kicsit megpihenjenek, lazítsanak. Ezt a darab rendezője is kiemelte. Mindenképpen szórakoztató előadást szeretnék létrehozni. Tehát, hogy még más daraboknál az embernek meg kell egy kicsit az agytekervényeit nagyon erősen mozgatni, addig itt egy ilyen önfeled szórakozás lesz. És megpróbálom a legjobb minőségben létrehozni ezt az előadást, tehát hogy nívója legyen annak, amit a közönség lát, de megtartva a korszaknak a humorát, ízét, szagát, bűzét. Ez a musical elsősorban a szabadságkeresésre és az önfeled boldogságról szól. A szereplők vágya, hogy eljussanak a Hotel Mentolba, egy olyan régi világba, ahol még az öröm, a szórakozás és egymás szeretete volt a fontos. A társulat már nagyon várja, hogy elkezdődjenek a próbák, és bíznak abban, hogy a szereplők megformálása is olyan boldogságot okoz majd nekik, mint maga a darab. Ilyen jellegű darabban még nem volt alkalmam. Ugye Dzsungelkönyvét játszottam, Egerek musicalben, tehát mindkettő egy kicsit elrugaszkodottabb volt a reális való élettől, és azért a Hotel Mentol egy kicsit közelebbi lesz így a valós élethez, úgyhogy kihívás lesz egy kicsit. Mindenki bízik abban, hogy ez a darab egy olyan örömet és eufóriát teremt, amit másik mű nem tud. A musicalt már november 23-án és 24-én is láthatják az érdeklődők, de a díszbemutatója csak 25-én lesz a Szarvasi Cervinus Teátrumban.